Nehéz volt ezen a meccsen a hiányzó stabil jobb hátvéd Tóth Balázs, valamint a bátaszéki szellemi vezér a hátsó biztonságot megtestesítő Faller András nélkül stabil védekezésből indított, folyamatos az ellenfelet nyomás alatt tartott játékot megvalósítania a vendég bátaszékieknek. A fehérmezeseket a hiányzók okán jobban lekötötte ezúttal a védekezés. Részint a már említett okok miatt, másrészt pedig a Tolna menekülve nehéz helyzetéből Pál Ahiles és Szili István védelembontó remek egyéni játékával elsősorban sokszor jutott be a bátaszéki 16-oson belőle, és inkább a tolnai csatárok megzabolázottságán, mintsem a bátaszéki hátsó alakzaton múlott a tolnai gól, ami nem született meg. Amikor Dobra utolsó emberként szándékosan szabálytalankodott a kitörő Pál Ahilesszel szemben, és 10 főre olvadt a bátaszéki csapat, még a pontszerzésre is kevés esély mutatkozott. Azzal együtt is, hogy olyan jó erőben és taktikusan futballoztak emberhátrányba a szőcsfiúk, hogy ez éltette a reményeket. Ám mégis igaza lett annak a szurkolónak, aki még egy korábbi meccsen határozottan kijelentette, Tóth Tamásban, a bátaszék újdonsült kitűnő csatárában mindig benne van a gól, mert az a játékos a megye egyben, aki tényleg egy villanással bármikor, bármilyen meccsen el tudja dönteni a mérkőzést. Ez történt a második félidő elején, összességében az 55. percben. Labda átvétellel és egyben csellel áthámozta magát a bátaszéki gólvágó az éppen őt nyüstölő védőn, kis területet nyert, és jobb külsővel, ahogy mondani szokás, kisliben felcsavarja a labdát a bal felső sarokba. Szépségdíjas bombagót láthattak a nézők. Akár az utolsó percben is egyenlíthetett volna a Tolna, hisz ilyen és ehhez hasonlatos helyzeteket puskáztak el, törték el a labdát a bordókékek, akik nem itt tartanának, ha helyzet kihasználással nem lenne ennyi gondjuk. A bátaszéki győzelem a jó csapatnak szerencséje is van, ezúttali érvényesülésével alakult ki, fogalmazzunk így, de nem érdemtelen, főleg annak tükrében, hogy sokáig emberhátrányban játszottak, ami nem tűnt fel. 10 embernél adott volt, hogy a Tolna jönni fog, volt is helyzetük, nagyon őszintén megmondom, 4-5 olyan százalékszerűk volt, hogy ha értékesítik, nem szóltunk egy szót se. De hát a szerencse mellénk állt, viszont nagyon nagyot küzdöttünk, és ez tényleg le a kalappal a fiúk előtt. Az ellenlét minden tartalékát mozgosították. Ez különösen igaz a hosszú sérülés után visszatérő régi motorosra, Samu Péterre, aki csupaszív lelkes játékával a bátaszék egyik leghasznosabb játékosának bizonyult ezen a meccsen. Elfáradtunk szépen, jó mérkőzés volt, nagyon hajtós. Kiállítás nagyon sokat kivett belőlünk, de szerencsére egész héten keményen edzünk, és bírtuk végig 90 percen keresztül. Mindig azt mondják, az a legerősebb csapat, amelyik a pályán van. Szerencsére egész mérkőzés során ki tudtuk egymást segíteni. Végig tolottunk, letolottuk teljesen, sokat futottunk, mozgásra volt az egész csapat, ült a az ívelgetéseket ki tudtuk végig fejelni, minden rendben volt, hál' Istennek, le tudtuk hozni kapott gól nélkül. A bátaszéket a bajnok Bonyhád legnagyobb kihívójaként emlegetik, és mi több, szép stílusos játéka miatt sokan szimpatizálnak vele a semleges szurkolók is. De még nem álmodnak nagy dolgokról. Mi nem nézzük a táblázatot, minket nem nolgat senki, hogy most neked bajnokságot kell nyerni, vagy az első háromba kell lenni. Én az első nap megértettem a fiúkkal, hogy mindenki ellen úgy megyünk ki, hogy győzünk. Azt, ha sikerülünk, örülünk neki, ha nem, akkor levonjuk a tanulságot, és indulunk a következő meccsre. Ez pedig a kakas lesz hazai környezetben, bátaszéken.